Igen, hogy Tündét megkérdezem, nekem a farsangi jelmez álmom az a láthatatlan ember volt, de ez idáig még nem sikerült kivitelezni. Na de menjünk tovább, hiszen mindannyiunk életét különböző szabályok keretezik, és ezt nem mindig sikerül nagyon tűpontosan közvetíteni, hogy mik is ezek a szabályok, vagy mik ezek a keretek. Az autizmusban élők számára például a vizuális támogatás teszi érthetőbbé egy kicsit ezeket a szabályokat, vagy a tiltott és elvárt viselkedésmódokat. A módszerről Várajai Veronika gyógypedagógussal fogunk beszélgetni. Sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban nálunk. Köszönöm. Estét kívánunk. Ugye arról beszélünk, hogy szerintem állandó vita, én gyakorló szülőként tudom, én a feleségemmel szoktam ezen állandóan vitatkozni, hogy korlátozóbb, szigorúbb vagy megengedőbb nevelési formát alkalmazunk a gyerkőcökkel szemben. Van erre valami általánosság, hogy melyik a jobb? Vagy ez mondjuk gyerekfüggő? Hát, hogy melyik a jobb? Én úgy gondolom, hogy a gyermekeknek azért van szükségük a szabályokra, szeretettel lefektetett szabályokra, mert ez egy biztonságérzetet ad számukra. Tehát nagyon nehéz úgy létezni, hogyha a szabályokat is magunknak kell kialakítanunk. Úgy gondolom, ha mi felnőttek erre vállaljuk a felelősséget, mi szabjuk meg a szabályokat, persze szeretetteljesen és odafigyelve a gyerekre. Tehát nem egy nagyon szigorúan elvárt szabályrendszerről beszélünk, azért legyen szabályrendszer, amit úgy tudunk elfogadtatni a gyerekkel, hogy ne érezze nagyon kötelezőnek. Ezt úgy kell érezni, hogy minden családnak a dinamikájához kell ezt alkalmazni. Tehát ezt kívülről nem mondhatom meg egy szülőnek, hogy én mit gondolok jónak. De ha távlatokban nézem, akkor a társadalom tele van szabályokkal. És hogyha kisgyerekkorban én szeretetteljesen, odafigyelve nem alakítom ki az alapvető szabályokat, később bekerül a gyerekközösségbe, és konfliktusok forrása lesz ez. És az autizmussal élők számára miért különösen fontos szabályrendszernek a kialakítása? Ugye az autizmus az főleg a társas, kölcsönös társas helyzeteknek és a társas kommunikációnak a sérülését és a rugalmas viselkedés szervezést jelenti, ami minden egyes autistára jellemző. És ugye így, de számukra nagyon nehéz értelmezni a társadalmi szabályokat. Tehát ezt próbáljuk nekik megragadhatóvá, statikussá tenni azzal, hogy megmutatjuk képileg. De ha belegondolunk, nem csak az autistáknak, nekünk is rengeteg szabály van, amit képileg jelenítenek meg. És az ott van, statikus, nem szalad el, mint egy kimondott szó. És ez segíti az ő életüket. És ez a vizuális szabályrendszer, ez mit jelent pontosan? Tudunk erre példát hozni? Igen, hoztam néhány példát. Ez azért nagyon nehéz, mert autizmusban mindent egy adott gyerekre készítünk el. Igen, hiszen elég széles spektrumon mozog, ugye? Így van, az autizmus egy spektrum állapot. Ugye ez a három terület, ami sérült mindenkinél, de más-más mértékben. És ugye ez a gyereke válogatja, hogy kinek milyen szabályt fogunk bevezetni, és ez így kívülről kicsit furcsának is tűnhet némelyik szabály. De ezt mindig az adott gyerekre szabjuk. És sokszor meg is jelenítjük benne a gyereket, tehát ezért nehéz most bemutatni olyan szabályt, mert ugye a gyerekek személyiségi joga miatt nem lehet akármilyet. Tehát próbálok mutatni egyet-kettőt, ami nagyon általános. Mindig rá is írjuk, hogy mire vonatkozik ez a szabály. Ugye már nem csak a kép a vizuális segítség, hanem a olvasni tudó gyermeknek már az odaírt szöveg is. Ugye próbáljuk mindig úgy megállapítani ezeket a szabályokat, hogy ne tiltást legyen benne. Tehát végigcsinálom a feladatot. És mindig a gyerek szemszögéből fogalmazzuk meg, hogy ez az ő szabálya, ő szólal meg vele. Vagy pedig előfordulhat olyan, amikor kénytelenek vagyunk valamit tiltani, hogy valamit a gyermek ne csináljon meg, de alternatívát próbálunk. Aha, tehát hogy megjelenik mindjárt az, amit... Az, amit helyette föl tudok neki kínálni, és egy úgynevezett szociális, rövid szociális történet van itt lent, hogy miért nem szabad ezt megtenni. Ez is egy másik autizmusban alkalmazott módszer, amikor leírunk nekik egy történetet. Bocsánat, mondjad. Mennyire könnyen fogadják el a gyerekek egyébként ezeket a szabályokat? Elfogadják. Tehát ugye ez egy fejlesztési folyamat. Amikor már elfogadják azt az embert, aki fejleszti őket, akkor könnyebb bármilyen szabályt. Ugyanúgy, mint ahogy előbb említettem, hogy a szülői szeretetteljes kapcsolatban kell a szabályokat a gyerekek felé közvetítenünk. Ez egy fejlesztésben ugyanígy játszódik le, hogy mikor elfogadja azt a szemét, aki őt fejleszti, akkor el fogja fogadni a szabályait is. És ugye olyan szabályokat, ezt mindig a szülővel
megállapodva a szülő beleegyezésével, az ő igényeire figyelve állapítjuk meg, és elfogadják a gyerekek. És nagyon betartják az autizmussal élő kisgyermekek, nagyon azt a szabályt, amit ők számukra érthető, és tudják, hogy miért van ez a szabály, azt betartják. Általánosságban lehet különböző területekre fókuszálni, itt a szabályrendszerekre gondolok, vagy általánosan mindennapi életben kell nekik szabályokat hozni. Tehát mi az, amit mondjuk a társas kapcsolatok, ugye az előbb beszélgettünk róla, vagy beszéltünk róla, tehát ott vannak szabályok, vagy például most nem tudom, eszembe jut az, hogy a konyhába hogy kell viselkedni, tehát mindennek külön szabályrendszert kell fölállítani kvázi? Ez attól függ, hogy egy kis gyereknek mire van szüksége. Mm-hmm. Tehát itt, ami például a konyhai folyamatoknál szabályt hozhatunk rá, hogy például nem nyúlok, vagy a forró a tűzhely, és kerüld el, mert hogy nem próbálunk nem tiltani. De arra, hogy egy folyamatot hogy végezzen el a konyhában, hogy mosogasson el, az már egy másik terület, ez egy folyamatábrákkal. Ez is egy vizuálisan megjelent, de ez nem szabály, ez egy vizuális. Ez maga tevékenységnek. A tevékenységnek a lépésekre bontva. De hát akkor mondhatjuk azt, hogy ugye nekik segíteni kell nagyon sok mindenben, akár ilyen vizuális támogatással ugye az életükben, hogy ilyen szabályok. Így van, mivel ők ezekben a területeken, amit említettem, a kommunikációban, a társas kapcsolatukban, és magában a rugalmas viselkedés szervezésben, ami azt jelenti, hogy hogy tudok egy tevékenységet kivitelezni, és hogyha ott megakadok, akkor hogy tudok tovább menni, ezekben szükségük van segítségre, és erre nagyon jó a vizuális, mert több tanulmány kimutatta, hogy az autizmussal élőknek a legbefogadóbb csatornája a vizuális. Aha. Tehát ők az, amit én elmondok, azt sokkal nehezebben jut el hozzájuk. És saját. Általánosságban, de ugye egy sajátosságok. A sajátos nevelési igényű gyerekeknél is működik egyébként ez a szabályrendszer? Igen, ez mindenkinél működik. Egy neurotipikus gyereknél is, akinek teljesen hagyományos fejlődést mutat, vagy bármilyen sajátos nevelési igényel küzd, segítség számára. Mert ugye mi is belegondolunk, sokkal lelassultabb ez az információ, mint amit elmondunk. Tehát ez ott van előttem. Sőt, arra is jó, hogyha a gyerek ezt már elsajátította, nekem nem kell állandóan azt mondom, hogy üld végig a feladatodat, csináld meg, elég rámutatok a kártyára, és akkor ő ebből tudja. Sőt, eljutunk oda, hogy már egy idő után nincs rá szükségünk, és akkor ezt elvesszük, ezeket a segítségeket. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy kisgyerek kap 100 000 szabályt, és azzal dolgozik egész életében, hanem ami már beépül a kis életébe, azt el tudjuk venni. Általában mennyi ideig van szükség mondjuk ezekre a kártyákra? Nagyon a gyereke válogatja, hogy kinek mire, mennyi ideig van szüksége. Van, akinek egyszer elég, hogy ott van, látja, és akkor megértette, hogy ez szabály. És akkor már ugyanolyan helyzetben tudja ezt alkalmazni. És akkor azt is elmondhatjuk, ugye, hogy ez a belső feszültségüket is csökkenti ezeknek a gyerekeknek, ugye? Tehát, hogy sokszor hallunk, vagy látunk olyat, hogy bizonyos, talán csúnya szóval mondom, de ilyen dükitűrések is jellemzik őket, ezeket is lehet így csökkenteni, ugye, ezekkel a kvázi vizuális kártyákkal. Igen, ez az elsődleges feladata is ezeknek. Mert ugye milyen belső feszültséget okoz számunkra is, hogyha nem tudjuk jól kódolni a körülöttünk lévő világot. Igen. És számunkra ez a társas kapcsolatok, ami amúgy számunkra teljesen magától érthetődő, mert valahol már láttuk, elsajátítottuk, de számukra ez nagyon-nagyon-nagyon kusza dolog. Igen. És ezzel tudunk számukra segíteni, és ezzel bejósolhatóvá tesszük az kis életüket. Tehát nem állandóság kell az autizmusban, mint sokszor halljuk, hanem hogy bejósolható, hogy lássa előre. Uh-huh. És akkor annak megfelelően így van, és úgy tud, föl tud rá készülni, látja maga előtt, és megnyugtató lakhat, hogy ez így fog zajlani. És milyen pozitív kezdeményezésekkel tudja mondjuk akár a városvezetés, a város segíteni az autizmussal élőket? Itt a városban nagyon-nagyon jó kezdeményezések vannak, nem csak a vezetés szám irányából, szülőileg is. Van nagyon jó szülősegítő csoport, a Ben Autizmus, a gyerekeknek a szülősegítő csoportja. És a tankerület is már nagyon régen, több mint 5 évvel ezelőttre érzett erre, hogy egyre több az autizmussal élő kisgyermek, és az ellátásukat támogatni kell. Így az én munkahelyemen működik mindenféle értelmi szintre, óvodáskortól,
iskoláskorig számukra oktatás az ő intellektuális képességüknek megfelelően. Ezt úgy kell érteni, hogy teljes normál általános iskolától kezdve az intellektuális képességzavarral küzdő gyermekekig is. És itt a városunkban ez teljesen politikától függetlenül évek óta így van, nagyon sok integrációban lévő óvodás kisgyermekenek az ellátása mindig is megoldott volt. Hát Várai Veronikának nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit megismerhettük ezt a vizuális támogatást, főleg az autizmussal élő gyermekek vagy emberek segítésére. Köszönjük szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.